vállalkozó zuglóban. Ezzel az elnevezéssel indított programot a FIVOS, a fiatal vállalkozók országos szövetsége, hogy minél több fiatal verjen gyökeret zuglóban, sikeres vállalkozásával is segítse a helyi közéletet. Nézőink már ismerhetik azokat a fiatal vállalkozókat, szakembereket, eredményeket elért üzletembereket, akik tapasztalataikat megosztották, és a vállalkozás egy-egy területéről, egy-egy kérdéséről adtak információkat, segítették a még csak most vállalkozásba kezdők gondolkodását. Mai vendégünk Hajdú Flórián, a helyi önkormányzat, a 14. kerületi önkormányzat szocialista színekben megválasztott alpolgármestere, akit arra kértünk, hogy az önkormányzat nevében ismertesse a programmal kapcsolatos elképzeléseket. Voltak éppen milyen céllal vágott bele az önkormányzat a FIVOSZ kezdeményezésének támogatásába? Üdvözlöm a kedves nézőket! A vállalkozó zugló program célja így közé sorolható, hogy egy megfelelő vállalkozói környezetet alakítsunk ki a zuglói, zuglói vállalkozni vágyók számára. Új vállalkozások elindításának ösztönzése volt többek között a céljaink között, vagy van a céljaink között. A jelenleg használaton kívüli önkormányzati helységek kihasználtságának javítása is célunk, valamint megkívánunk valósítani a Fivosszal közösen egy olyan intenzív vállalkozói kampányt, melynek várható eredménye az, hogy a vállalkozási tevékenység vonzóvá válik zuglóban. Ezt a, a vállalkozóuglóban programot ez az én kezdeményezésemre alakult ki, és ennek következtében készítettünk és kötöttünk a, egy megállapodást a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségével. Kiket gondoltak elérni ezzel a programmal? Mi számít a célcsoportjának? A célcsoportja ennek a programnak a már működő mikro, kis és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, olyan zuglói fiatalok, amelyek 18 és 40-es korosztályba tartoznak, valamint a vállalkozni akarók csoportja. Korosztálytól ezek szerint függetlenül, tulajdonképpen. Így van. Így van. Mi, mik tartoznak a program elemei közé? Miből áll ez a program? Az önkormányzat milyen támogatást ad ehhez a programhoz? A megkötött együttműködési megállapodásban a FIVOSZ váll, FIVOS által vállalt tevékenységek és feladatok közé tartozik egy telefonos ügyelet kezdő és lendő, vállalkozók részére, vállalkozói napok szervezése a már működő vállalkozások számára, életpályamodell bemutatása a helyi zúglói középiskolás diákok számára, vállalkozói nyílt nap a kerületi fiatalok részére, ahol már befutott sikeres vállalkozók tartanának előadást, egy vállalkozói kisokos, ami nálunk vállalkozói nagyokosként kisvállalkozóknak került kinyomtatásra és összeállításra. Rettentő sok jó információval szolgál a már meglévő vállalkozások és a fiatalok számára. Többek között, amit még megkívántunk valósítani, és meg is valósult ugye egy vállalkozzuglóban.hu weboldal, mely aktualizál, folyamatosan aktualizálva van, és minden lekövethető, minden egyes programja, amit a FIVOS szervez, ez alatt a, a periódus alatt, ami a megállapodásban szerepel, és minden információhoz itt hozzá lehet jutni. Milyen célokkal, milyen eredményekkel lenne elégedett az önkormányzat? Mit remél ennek a programnak a lefutásától? Hát mi az, amit remélünk, mindenféleképpen egy közvetlenebb kapcsolatot a vállalkozók és az ugló önkormányzat között, mindenféleképpen egy vállalkozó barát önkormányzat szeretnénk lenni, tettünk is már lépéseket ez ügyben, de hát ugye még rengeteg lépésen lelőttünk. A, amit még szeretnénk elérni, a már meglévő vállalkozások hatékonyabb működését, hatékonyabb működését szeretnénk ösztönözni. Helyi vállalkozók között Szorosabb kapcsolat kialakítására ö, szeretnénk hangsúlyt fektetni, közös gondolkodási lehetőségek, vállalkozói fórumok keretén belül, és ö, amit még meg szeretnénk valósítani, egy kedvezőbb ingatlan bérlét, bérlési lehetőség megteremtése az önkormányzat tulajdonába található üres ingatlan állományból. Köszönjük szépen, hogy megosztotta ezeket az információkat nézőinkkel. Köszönöm a lehetőséget.